Folytatjuk az előjúpot méghozzá a trade deadline-nal. Sztárjátékosok cseréltek csapatot az utolsó napokban, és ez meglehetősen szokatlan azért a szezon közbeni átigazolási időszak vége felé. Most mégis ez történt. Kyrie Irving, Kevin Durant távozott a Brooklyn Nets együtteséből, és az ő új csapatukkal és azok helyzetével is fogunk természetesen foglalkozni, illetve a Lakersével is meghozunk egy kedvenc történést, meg egyet, amit nagyon nem szerettünk, egy szituációt, amit nagyon nem szerettünk ennek a trade deadline-nak a végén. Nálam ez összefolyik most már lassan. Lassan, igen. Az első csapat, nálam is egyébként. Az első csapat, amelyikkel foglalkozunk, az a Dallas Mavericks, amelyik csak megszerezte Kyrie Irvinget végül, így aztán mégis össze fog állni a Doncic-Irving tengely. Mennyire volt értékes Finney Smith és Dinwiddie ennek a csapatnak, és mennyire fognak ők ketten hiányozni ennek a Dallas Mavericksnek, hogyha megérkezik Kyrie Irving? Mert mindig elmondtuk, hogy a Doncic körül vannak is jó játékosok, meg nincsenek is jó játékosok, de most ők például hiányozni fognak. Én azt gondolom, hogy Dinwiddie, amit hozott a csapatba, annak nagyon nagy részét le fogja fedni Kyrie Irving, picit más fizikai paraméterekkel. Finney Smith helyére nem érkezik senki, és egy olyan csapatról beszélünk, amelyiknek egyébként is a védekezés tud kihívást jelenteni. De azért ott marad Reggie Bullock, aki hasonló szerepkört tölt be. Dorian Finney-Smithnek a triplázása, ez nem feltétlenül volt a kiszámíthatóság mintaképe. Ezek hiányozni fognak, ugyanakkor azt is lehetett látni az első két meccs hatalmas minta, meg ugye Kyrie Irvingről van szó, hogy nem büdös neki a védekezés. Tehát, hogy szerintem azt gondolom, hogy ez egy kompenzálható sztori lesz, amint Jason Kidd rájön arra, hogy ezt a két embert, ezt hogyan kell rotálni. Egyébként valószínűleg nem nagyon másképpen, mint ahogy megtette Lukával és Brunsonnal, illetve Lukával és Dinwiddie-vel. Ha mindenketten játszanak ilyen 35 perc környékén, az azt jelenti, hogy nagyjából egy fél időt fognak együtt játszani, és egy fél időt fognak külön. Az szinte biztos, hogy ha csak nem garbage time-ról beszélünk, akkor valamelyik mindig a pályán lesz. Ebben a szezonban Mark Cuban célja szerinted micsoda? Ezután a trade után, mert azért azt nehéz látni szerintem még ezután a trade után, és támadójátékban szerintem egyértelmű, még talán azt is mondom, hogy a rotációt persze, hogy ki mikor játszik, mikor van a pályán, azt ki kell találni, ez a két csávó hogyan játszik együtt támadásban, arra meg ők rá fognak jönni, mert két hiperintelligens játékosról van szó támadásban. De ez a Mavs eddig is 24. volt védekezésben. Igazából ezen most ez a trade és a csapat körüli változások segíteni nem fognak. Ennek a szezonnak szól ez a változás, vagy Luka Doncsicsnak szól ez a változás, aki állítólag áldását adta egyébként erre a trade-re, sőt, kifejezetten szorgalmazta, hogy Irvinget hozzák ide, és annak szól ez, hogy idén nézzük meg, legyen itt egy sztár, nyugodjon le Luka, és akkor utána majd megnézzük, hogy merre megyünk. Erre két válaszom van, az egyik az az, hogy szerintem ők szerettek volna mást is csinálni, csak az nem sikerült. Tehát nagyon beszéltek arról, hogy őket is érdekelné Jakob Pöltről például. És ahhoz képest, hogy mit kapott a Torontótól a San Antonio, szerintem annyit Powell szerződését, meg egy első köröst tudott volna adni szerintem a Dallas is, sőt, ez biztos, hogy tudott volna adni. Egy olyan típusú játékos nagyon kellett volna. És megnéztem, hogy kikérhetők el úgy a kukában, center poszton. És hogy nincs. Tehát, hogy nincs. Goga Bitadze, vagy kit hozol el? LaMarcus Aldridge-ok, meg Kazinszok. Tehát nincsen olyan játékos, akire azt mondod, hogy ilyen-olyan-olyan okokból nem szuper defektes, és még meggi is jobb nála ebben a jelenlegi formájában. Ami viszont piszok érdekes, és egyre több helyen olvasni, hogy igazából egy kivárásos sztoriról van szó, és nyáron majd lesz egy sign and trade a Phoenix-el, amikor DeAndre Ayton érkezik majd Kyrie Irving-gél cserébe, és Irving és Durant majd Bookerrel, a kicsekkoló Paul-lal egy új csapatot fog majd csinálni. És annak meg megint van értelme, mert ennek a csapatnak tényleg igazából egy bika centerre lenne szüksége Doncic mellé, plusz egy kreátorra. A kreátor kérdést ez nem oldja meg. Szóval, hogy tök érdekes azzal, hogy nem kellett hosszabbítani Irvinggel, az egyfelől pozitívum, másfelől ott hagyja annak a veszélyét, hogy nyáron letolgatjával marad a Mavs, mivel arra nem lehet rákényszeríteni Kyrie Irvinget, hogy aláírjon egy sign and trade-et. Meglátjuk, hogy Kuben mennyire van jóban Ishbia úrral, a Phoenix Suns új tulajdonosával. Egy nagyon rövid statot hagy mondjak, hogy a Dallas Mavericks megdöntötte két egymást követő meccsen az egynegyedben dobott pontot rekordját 41-en meg 42-vel talán.
Irving első két meccsén. Ő dobott 24-et és 25-öt ezen. Mi lesz, ha Doncic is érkezik? Ugye 140 pontokkal tud majd meccset nyerni, szerintem ez a Mavs ebben nem nagyon lesz vita köztünk. Szóval a másik legjobbja a Brooklyn Netsnek pedig, Kevin Durant nem sokára Phoenixbe került, második legjobbjától, másik legjobb játékos előttől is megszabadult a Brooklyn Nets együttese. Fontos szempont itt, hogy új tulajdonos jött, Mr. Ishbia, aki egyébként ezelőtt pár nappal még azt nyilatkozta, hogy hát, ha lesz olyan, akkor majd csinálunk valamit, ha nem, akkor majd nem fogunk semmit csinálni. Bum! Lett, aztán ingét, gatyáját letolva így odaadott mindent, de tényleg mindent a Phoenix Suns szerintem, amit a Brooklyn Nets elkért Kevin Durantért. Te nem nézted a Törtetők című sorozatot? Ari Gold karaktere az maximum ilyen elbeszélésekből van meg. Neki van egy olyan napja, amikor a... Johnny Gold, nem? Micsoda? Johnny Drama. Mindegy. Igen. Neki van egy ilyen Ari Goldnak, amikor megjelenik az irodában valami, kirúgják és visszatér egy paintball puskával, és bejön, és akit ki akar rúgni, az csak lelövi. És ilyen volt Matt Ishbia első napja is, hogy megjött, és akkor tudod, nem az, hogy megcsinálta az onboardingot, meg aláírta a compliance-t, megjött 12 órával később, egy olyat csinált, amivel vagy hazavágja a csapatot, vagy nem. Ami elsőben meglepett, mert ez tipikusan olyan volt, hogy reggel még közvetítettem, és akkor még ez nem volt meg, és az autóban kezdtek el jönni a tweetek, hogy megcsinálták úgy, hogy nem volt benne se Paul, se Ayton, elsőre ez lepett meg. Aztán meg amikor az ember elkezdte nézegetni ezeket a draftcetliket, és amikor utoljára láttad, hogy ilyen draftcetlik átmentek A csapatból, B csapatba, Brooklynból, Houstonba, annak mi lett a vége, akkor azért vannak gondolkodások. Cam Johnson, Bridges, a 23-as, 25-ös, 27-es, 29-es. Minden második évben lehet csak elcserélni. Mind a négy védtelen. Mind a négy védtelen. Éppen ezért, mert minden második évben cserélheted el, egy 28-as swap jog, cserejog is ment, hogy még ott is minden jó legyen, és két darab második körös 28-as, 29-es, tehát nagyon-nagyon drága volt ez a bevásárlás a Phoenix Sunsnak. Mégis az a helyzet, hogy a legtöbb értékelés, amit én hallgattam, olvastam, az azt mondja, hogy valamit kezdeni kellett ezzel a Phoenix Suns-szal, mert ha nem csinálnak semmit, akkor itt szépen lassan ez az egész sztori elhalkult volna, és elment volna mellettük a bajnoki cím esélye. És ezzel nem lehet vitatkozni szerintem. Ezzel nem lehet vitatkozni, és a Brooklyn kétszer már megégette magát. Megégette magát azzal, hogy Harden cserét kért, és nem ideális alkupozícióval kezdtek el a Philly-vel tárgyalni, és megégette magát azzal, hogy Irving cserét kért. Nem akkor cserélték el, amikor a saját feltételeik szerint tudtak volna üzletelni. Itt nem várták meg azt, amit lehetett sejteni. Nem tudjuk, hogy mi történt abban a két-három napban, arra tök kíváncsi lennék. Hogy amikor megtörtént a trade, akkor hogyan zajlottak a beszélgetések Kevin Duranttel, úgyhogy erőből tudtak tárgyalni, erőből tudtak beszélgetni. Azért az, hogy egy ilyen játékosért elmegy két-három, esetleg négy pick, azt láttuk Rudy Gobert példáján, hogy nem meglepetés. Az, hogy Jay Crowdert küldték, azt már mindenkihez küldték volna, azzal nem volt para. Az, hogy Bridges-t küldték, ugye egy ilyen trade-nél draftcetlit fiatal tehetséget kérsz, az sem volt meglepetés. Én valahogy Cam Johnson-t megpróbáltam volna kimozogni. Szerintem Cam Johnsonért még fájni fog a szíve a Phoenix szurkolóknak. Neki nagyon jól indult a szezonja, ugye Jay Crowdert kis túlzással azért áldozták be, hogy Cam Johnsonnak kezdő szerepet adjanak, és ezzel idegenítették el annyira, hogy mondta, hogy ja, akkor én edzésre se járok. Kíváncsi vagyok, hogy neki mi lesz majd a Netsnél a sorsa. De ilyen hármast, tehát hogy Chris Paul, Booker, Durant, ha most mind a háromnak a peakjét nézzük, most így peak szinten, nem tudom, most a O'Neal, Malone, Payton, Bryant négyes, úgy beugrik, hogy ha mindenki a legjobb lenne, akkor talán ez volt egy csapatban a legnagyobb tehetség. De hát Chris Paul 38 évesen is, amikor éppen nem fáj neki semmi, ez a három csávó, még a mostani korában is, az egy nagyon jó sztori. És ugye Kevin Durant 34 évesen nem kor, tehát mostanában ez már nem számít, nem hát számít annak. Meg amit mindig alul értékelik, hogy Kevin Durant egyébként védekezésben milyen rengeteget számít egy csapatnak, Aytonnal lesz ott benne a palánk alatt. Sok sikert kívánunk mindenkinek, aki ott bármit szeretne, ha ezek egyszer ráéreznek arra, hogy hogyan kell együtt védekezni. Nekem itt a paddal kapcsolatban vannak kérdőjeleim, azt majd meglátjuk, hogy hogyan alakul a Phoenix Sunsnál, ott is volt átalakulás. Alapos átalakuláson még a Lakers ment át,
Russell Westbrooktól megszabadult a Los Angeles Lakers együttes egy három csapatos dealben, a Lakers, a Minnesota és a Utah között megtörtént ez az átalakulás, amit láthattok. A Minnesota kapta Conley-t, a Utah kapta Westbrookot és egy top 4 védett 27-es draft picket, a Lakers pedig egy sor játékos, D'Angelo Russell, Vanderbilt és Malik Beasley is érkezett a csapathoz. Ezután még távozott Beverly is, és jött, hogy a palánkarat rend legyen, Mo Bamba az LA Lakershez. Azért ez egy nagyon szép feladat Darvin Hamnek, azt gondolom, így az órájára néz, február 11, csináljuk. Igen, rögtön átugrottál a pozitívumból az izgalmas részbe, és ez tök jó, mert hogy ráadásul egy újonc edzőről beszélünk. Tehát újonc edző mostanában, hogy bajnokságot nyer, az nem őrült meglepetés, láttuk ezt, nem tudom, Nick Nurse-el, Steve Kerr-rel, előfordult már. De azért ott az volt, hogy volt egy készmag, és akkor azt így finom hangolta, Judoka tavaly döntőt játszott a Celtics-el. De az, hogy menet közben a százzal száguldó és lassítani képtelen, mert akkor vége a play-in reményeknek is, Lakersen kell kereket cserélned, ilyen lényeges posztokon, ez azt gondolom, hogy egy tapasztalt vezetőedzőnek is emberes feladat lenne. Szóval miközben szerintem ennél jobban nehezen jöhetett ki volna a Lakers ebből a sztoriból, és megnézed ezt a keretet, és van benne, hogyha tényleg full szőrös szívűen is azt mondom, hogy 9 játékos ebből mindenhol játszana az NBA-ben. És még van 3 olyan név, akit meg már láttunk a Lakersben idén, hogy ő is egyébként full pályakész. De hát ezt megoldani, beépíteni egy Russellt, hova találod meg Vanderbiltnek a helyét, tehát azért van rengeteg kérdés ezzel. A jó hír az, hogy majdnem mindenkinek lejár a szerződése a nyáron, tehát jövőre Davisnek, Jamesnek, Vanderbiltnek és Christie-nek van garantált szerződése. A legnagyobb kérdés az érkezőkkel kapcsolatban, az én fejemben Russell-lel kapcsolatban van, hogy vele mit kezdesz, meg őt hova rakod be, meg őt hogy építed be, mikor eleve azért van egy takaréklángon égő védekezésben, takaréklángon égő LeBron James-ed, beraksz még ebbe a csapatba egy Russellt, az oké. Okay. Megkaphatja ő azt a szerepkört, ami Westbrooké lett volna, hogy te vagy a valaki akkor, amikor LeBron James ül, de arra a szerepre elég masszívan bejelentkezett Dennis Schröder az elmúlt napokban. Ott van még Lonnie Walker, szóval ez a védekezésben utazni szerető, támadni meg nagyon szerető játékosok, meg az idegesítő beszélő állat szerepe az már foglalt. Mi lesz itt? Ebben a keretben ott van egy olyan csapat, aminek reális, ha mindenki egészséges, reális esélye van arra, hogy még ezen a brutál nyugaton is bajnok esélyes legyen. De van 2 hónapja, ilyenkor már 2 hónap múlva szerintem play-in meccseket fognak játszani április 12-13 környékén. Egyébként sokan is vannak, tehát amit mondta, hogy 9 játékos mindenhol játszana, ha szigorúbbak vagyunk, akkor ez 10-11-re is szövelhet, de annyi meg nincs. Nincs. Simán lehet ez 10. A 9-ben nincsen benne Vinyan Gabriel, nincsen benne Troy Brown, akik eddig játszottak és nem voltak tragikusak. Szóval, hogy ez most egy másmilyen típusú probléma, de ezt a típusú problémát ezt sivesen elcserélte volna a Lakers, nem tudom mikor, de hát a csapatok pedig nem azért vannak, hogy a Lakersnek szívességet tegyenek, ezt megtudtuk ugye a Irving trade-nél is elvileg, Irving azért nem a Lakersbe ment, mert hogy Joe Tsai ezt nem szerette volna, úgyhogy ki kellett várni azt, hogy a Utah az utolsó pillanatig feszítse a húrt, és csak utána pendíts el, de az, hogy egy pickért ezt meg tudták oldani, és hogy 3 hasznos játékost kaptak, az szerintem minden várakozást felülmúlt. Hoztuk egy-egy kevésbé reflektorfényben lévő dílt is, ügyet, amelyek a kedvenceink voltak, és erre mondtad, hogy már nem biztos, hogy a kedvenced, de még lehet, de nem biztos. Igen, hát nálam a Portland egyébként tragikus trade deadline-ból azt emeltem volna ki, hogy milyen szép a világ, hogy a Golden State Warriors azok után, hogy elengedte Gary Paytont, a másodikat, most visszahozta 5 második körös draft setliét, amit előtte néhány perccel szereztek, de hát ugye ilyenkor szokott lenni egy orvosi vizsgálat, ami ez a Google 4-et meg meghallgatunk endoszkóppal, és kiderült, hogy olyan súlyos
izomsérülése van Gary Paytonnak, aki játszott egyébként mostanában, hogy mire azt kikúrálják becsülettel, tisztességgel, az 3 hónap. És ugye 2 hónap múlva ugye már play-in van, 3 hónap múlva az már főcsoport döntő határ. Tehát akkor kellene Gary Paytont visszarakni ebbe a csapatba. Úgyhogy most ott van a Warriors, hogy szerintem nem akarnak szarfejek lenni. Wisemannel igazából nem akarsz mit kezdeni. Ugye Wisemant engedték el a Detroit Pistonsba, de holnaprig eldöntik, hogy akkor most ők bevállalják ezt a sztorit, mert Wiseman eddig se játszott nagyon, csak majd megvárják, majd visszajön, vagy az egészet visszacsinálják. Ami onnantól kezdve meg nem tudom, meddig kell majd nyomni a Ctrl Z-t, hogy addig visszaérjünk, ameddig szeretnél. Én egy olyan sztorit hoztam, amiről most, hogy itt ülök, már szintén nem tudom eldönteni, hogy szeretem vagy nem, de izgalmas. Ez pedig Crowder ügye, aki a Milwaukee Bucks játékosa lett. A dolgot a Milwaukee Bucks szempontjából nagyon szeretem. Hallottátok biztos sokan azt a Giannis nyilatkozatot múlt hétről, amiben elmondta, hogy milyen jó volt nekünk az élet PJ Tuckerrel, és ez, amit te nagyon gyakran szoktál mondani, hogy minden csapatban kell egy gyökér. És amikor Tuckerrel együtt lépsz pályára, mondta Giannis, akkor tökösebbnek érzed magad, keményebbnek érzed magad, és nekünk idén ez hiányzik, és elhozták a csapathoz Jay Crowdert. Abból a szemp, ami szerintem egy nagyon jó fit nekik, még akkor is, hogyha én Crowdernek a hatalmas nagy hullámhegyeivel és hullámvölgyeivel nem nagyon tudok mit kezdeni, szerintem van elég játékos ebben a Bucksban, hogy egyszerűen kiültessék, hogyha nem megy neki a játék. Ingles, ő, vannak itt tökös legények szerintem ebben a csapatban most már. Abból a szempontból viszont nagyon utálom ezt a díjat, hogy végig hisztizett egy egész évet Jay Crowder, és tulajdonképpen megkapta, amit akart, elmehetett egy bajnokesélyes csapatba, aztán majd nyáron pénzt is kereshet sokat, hogyha akar. Szóval Jay Crowder a Milwaukee Bucks játékosa lett, és addig rinyált, amíg célba ért. Egy-egy csapathelyzet, amelyik csalódás. Ebből te hoztad a Memphis Grizzlies-t, én meg a Bucks. Hoztam a Memphis Grizzlies-t, aki hát nagyon durva, de hogy a Toronto azt mondta a Memphis Grizzlies 3 első körösére, hogy szép-szép, de kérjük a fiatal tehetséget is, amit ugye megtett Bridges-zel a Brooklyn Nets. Hát OG Anunobi, na, tehát hogy én a 3 első picket is sokallom, de hogy még értéket is akarsz ellene kapni, úgyhogy ez nem jött össze. Én ezt értem, de hogy mindent ebbe a kalapba tettek bele, és ezen kívül annyi történt, hogy megszerezték Luke Kennardot, azt szerintem ezen a nyugaton úgy, hogy egyébként állabál náluk, mert Brooks éppen tökön ütöget valakit, mert Morant slepje minősíthetetlenül viselkedik a pályán és anélkül. Keresem azokat az embereket, akik annó, amikor Steven Adams megérkezett, meg akkor mondták, hogy jó, nem lehet a pályán tartani, és nem. Oké, nézd meg, hogy mi történik, amikor nincsen. Lehet, hogy a playoffban nem, de az alapszakasz mérlekhez nagyon kell Steven Adams. És most itt van ez a Conchar, Kennard, Dillon Brooks, Zaire Williams 4-es. Ugye Morant, Bane, JJJ és Adams helye az mondjuk fix mondjuk egy ötösben. Akikkel most nekiindulsz, a Kevin Duranteknek, meg a LeBron Jameseknek, meg most a nagy csapatoknak, és ezt a kérdést nem tudta megoldani a Memphis. Nem tudom, hogy mennyire voltak ők lelkesek ebben a témakörben, de mindenki, Kevin O'Connert, Zach Lowe-tól mondta, hogy lépni kell. Aha. És hogy ez a lépés, ez vagy ilyen, vagy olyan okokból elmaradt. És hogy nem voltak hajlandók, biztos okosan, túltolni a kretént, és még bedobni tehetséget is. De ez így meg ezen a nyugaton necces lesz. Én is egy passzív csapatot hoztam, csak keletről, ez meg a Bulls. Ahol pár évvel ezelőtt, amikor Kárnisovász átvette ott a vezetést, azt mondta, hogy itt aztán olyan tökös döntések lesznek, hogy csak na. El is indult a Bulls egy bizonyos úton, de aztán láttuk, hogy igazából ennek azért elég masszívan megvan a plafonja, amit ez a jelenlegi Bulls csinálni tud. És mindenki arra számított, hogy most, hogy kiderült, hogy Ball idén már hát úgy azért nagyon neccesen, vagy egyáltalán nem, kiderült az, hogy Vucevic, ugye mondjuk ezt sejtettük, nem nagyon védekezik, DeMar DeRozan jó, de nem szupersztár, Dragic már öreg, mit tudom, megnézed ezt a csapatot, hát valamit ezzel csinálni kell, tehát hogy ezt meg kell bögdösni valamelyik irányba, és mindenki azt mondta, hogy ez a Bulls az eladók között lesz, és voltak is pletykák, hogy Levint elcserélik, és egy elég masszív csomagért hirtelen nézem, Fournier, Rose, Grimes, Topin és 3 elsőkörös jog, ugye ez volt a New York Knicks-el kapcsolatos pletyka, nem lett belőle semmi, és az a Bulls
szépen nem csinált semmit, azon kívül, hogyha a Jazz kivásárolja Westbrookot, akkor még az lehet, hogy Westbrookot elhozzák. Szerintem szuper, tehát tökre jól beleillene ebbe a vonalba, amit eddig a Bulls csinált. Csinálunk valamit, de nem történik igazából semmi a csapattal. És Vucevicnek lejár a szerződése nyáron, jó eséllyel ő menni fog. Így van. Úgyhogy ez volt nagyjából a trade deadline összefoglalója nálunk. A Brooklyn Netsről még nagyon sokat beszélünk, hiszen nem sokára a Brooklyn Nets és a Philadelphia mérkőzését közvetítjük, majd egy rövid szünet után már ezzel a meccsel foglalkozunk.